Minden idők egyik legnagyobb thai-box harcosa, Szent Csáj, Magyarországra látogatott egy többnapos szemináriumra. Egy ilyen edzésen mi is részt vettünk. 2015-ös évben a gondolat az megébred bennünk, egy nagy neves mestert, harcos, legendás harcos szeretnénk elhívni, és így nem esetett másra a választás, mint Szent Csájra, akit ilyen év szerint is legendás harcosnak hívnak mai napig. Szent Csáj az egyetemes Muay Thai sportág egyik legnagyobb alakja, akit 1999 és 2014 között súlycsoportoktól függetlenül a legjobb Thai box harcosnak tartottak. A Szubcsáj Szempong néven született sportoló 354 mérkőzésen lépett ringbe eddigi karrierje során. Szinte hihetetlen, de Szent Csáj 2003 és 2014 között mindössze két vereséget szenvedett súlycsoportjában, ezt leszámítva legfeljebb olyan összecsapásokon maradt alul, amikor ellenfele nehezebb volt nála. Sokszor indult olyan küzdelmekben, ahol ellenfele 5 vagy akár 10 kilóval is nehezebb volt nála. Ezeken azért vett részt, mert a saját súlycsoportjában egyszerűen már nem akadt igazi kihívója. Az első három menetben az egyik kihívóját verte, a második háromban pedig a másik harcost múlta felül. 2014-ben visszavonult, azóta csak külföldiek ellen vállal mérkőzéseket. Azt gondolom edzőként, a Thai Box Akadémia vezetőjeként is, hogy rengeteg pluszt tud adni. Én már csak abban is csodát látok, ahogy ő előadja a technikát, amilyen gyorsan, dinamikusan ezt meg tudja mutatni. Azokat a technikákat, amiket elmond, részleteiben kigyakoroltat a harcosokkal, alkalmazza párban, alkalmazza a meccsen, tehát rögtön alá is tudja támasztani. Elővesz egy felvételt, hogy nézzétek, ezt a technikát, amit most mutattam nektek, ezt így lehet megcsinálni élőben, és így tudtam kiütni az ellenfelemet, teszem azt Kínába. Meglepődtem, hogy mennyi magyart érdekel a Muay Thai. De nagyon nagy örömmel tölt el, hogy itt is ilyen népszerű ez a küzdősport. Megpróbálok minél többet átadni a résztvevőknek a tapasztalataimból, amelyet a mérkőzéseim során szereztem. Minden fontosabb technikát meg szeretnék nekik mutatni, mindent, ami az én stílusomhoz hozzátartozik. A speciális ütéseim, rúgásaim, szeretném, hogy amennyit csak tudnak, elsajátítsanak belőle. Természetesen az alapvető mozdulatokkal is foglalkozunk majd, de a Szent Csáj stílusra jellemző dolgokra helyezem a hangsúlyt főként. Szent Csáj a különböző fogások, ütések gyakorlása közben a szeminárium szinte összes résztvevőjét ellátta személyes jó tanáccsal. Bemutató edzések végén pedig 10 szerencsés harcos egyperces menetekben küzdhetett meg a sportág legendája ellen. A Thaiföldön 1999-ben és 2008-ban az év thaiboxolójának választott sportoló a könnyed sparring alatt is bebizonyította kivételes képességeit. Szent Csáj elképesztő tudását személyesen tapasztalhatta meg a többszörös országos bajnok, Európa kupa győztes, világkupa ezüstérmes, Muay Thai-os, Oli Márk. Különleges élmény természetesen, tehát ilyen kaliberű embertől tanulni, az mindig egy tehát a sport legjobbjától mindig egy különleges dolog, és nagyon örülök, hogy el tudták őt idehozni, és az ő technikájából is tanulhattunk. Mi már jártunk kint Thaiföldön, és itt is voltak edzők, tehát folyamatosan ismerkedtünk a thaiföldi stílussal, de az ő stílusa az egy, hogy is mondjuk, kicsit látványosabb. Tehát sok trükk van benne, nem az a nagyon egyszerű, romboló, káóra törekedő, hanem az a nagyon szép, igazi látványos, amiért tényleg az ember leül és megnézi a sportot. Nagyon-nagyon-nagyon jól csinálja, hogy elhiteti az emberrel, hogy mit akar csinálni, és utána teljesen mást hoz ki a dologból. És viszont amikor eldönti, hogy mi az a technika, amit végre fog használni, nagyon gyorsan csinálja, nagyon rutinosan és rettenetesen gyorsan megcsinálja. Szinte
Hát én úgy éreztem, hogy előttünk jár. Egy nagyon laza, könnyed showman. Tehát én is egy picit másra számítottam. Azt hittem egy kicsit így ilyen egyenesen, ilyen szigorúbb emberke lesz, amikor így mondom, de ugyanazt a lazaságot mutatja a hétköznapokban, a találkozásokban, mint amit a ringbe. Tehát azt csinálja a ringbe, amit az életben is, amit az edzéseim. Semmilyen megjátszás nincsen. Poénkodik, mindenhez van valami hozzáfűzhető poénja, mint egy kisgyereknek. Tehát abszolút egy nagyon kellemes személyiség. A Szentcsáj vezette szemináriumokon a 3 nap alatt nagyjából 200 hazai és külföldi érdeklődő vett részt.